Nagyatádon kezdtem el ezelőtt 9 évvel kézilabdázni. Igazából a kézilabda nagy részét ott töltöttem, és 4 éve kerültem ide Győrbe, úgyhogy már 4 éve kézilabdázom itt. Nagyatád az azért egy elég jól hangzó hely egy kézilabdás szempontból. Ott van valami a vízbe, hogy onnan jönnek a jó kézilabdások? Hát igazából igen, sokan jöttünk onnan, ugye Hosszúbogi is, Kovacsics Anikó is, úgyhogy elég sokan jöttünk el onnan. Úgyhogy jó kis hely. Volt egy diákolimpia, még általános iskolás koromban, és még az akkori serdülőedzőm, a Hornyák Lajos, kereste meg anyukámékat, hogy szeretné, hogyha ide jönnék Győrbe, és akkor voltam ugye hetedikes, de mondtuk, hogy akkor még nem, és akkor befejeztem a 8. osztályt, és úgy jöttem ide 9. Kuruc Ivett még nem volt 18 éves, mikor már Bajnokok Ligája mérkőzéseken lépett pályára az Audieto KC színeiben. A fiatal irányító az NB1-bés gárdában is igazi vezéregyéniség volt, jövőre pedig már az első osztályban is rendszeresen láthatjuk majd játszani. 8 évig triatlonoztam, és hát ugye az egyéni sportág elég monoton. Aztán így beleuntam, és kiszerettem volna próbálni, hogy milyen egy csapatsport, milyen a többiekkel együtt lenni, és hát beleszerettem. Van-e, vagy volt-e korábban példaképet kézilabdában? Igen, mindig is Görbic Anita volt, de hát ez kiskorom óta. Amilyen technikai dolgokat tud, az mindig is lenyűgözött. Milyen érzés volt gyakorlatilag a példaképeddel együtt játszani? Álmomban se gondoltam volna, hogy egyáltalán vele edzek, nem hogy vele fogok egyszer majd pályára kerülni, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés volt. Hosszabb távú céljaid azok még a kézilabdával, mi az, amit még szeretnél elérni? Hát mindenképpen minél többet fejlődni. Szeretném azt, hogyha idén nyáron az ifi válogatottal megnyernénk a világbajnokságot, aztán távolabbi terveim pedig egy BL győzelem mindenképpen. Jövőre Veszprém. Milyen várakozásokkal vágsz neki az elkövetkezendő időszaknak? Hát igazából félek is egy kicsit, azért teljesen más lesz a felnőtt mezőnybe játszani, de úgy gondolom, hogy ez nagyon jót fog tenni mindenkinek ugye a fejlődés céljából. És hát nagyon reménykedem benne, hogy azért az elején lévő csapatokat meg tudjuk szorongatni. Ugye gyakorlatilag ugyanaz a csapat fog ott is játszani, mint akivel itt is játszottatok. Lesz bármi változás a Messinén kívül? Hát szerintem nem. Talán annyi, hogy még keményebben fogunk edzeni, azért ez nekünk is egy hihetetlen nagy esély, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki többet fog magából kihozni.